Mi már hivatalos, amit eddig mindenki sejtett, Vitézi Dávid is indul a főpolgármester választáson. A bejelentésében ugyanakkor nem említette, hogy az LMP színeiben indul. A Jobbik jelöltje Brenner Koloman üdvözli az indulását, Karácsony Gergely főpolgármester viszont szkeptikus. Szerinte ugyanis Vitézi Dávid valójában a Fidesz embere. Vitézi Dávid vagyok. Döntöttem, indulok a főpolgármester választáson. Vitézi Dávid szerint a budapesti politikát jelenleg az egymásra mutogatás, a konkrétumok nélküli ígérgetés és üres like-bajnokság jellemzi. Én azt tudom mondani, hogy ha minden ötödik Fidesz szavazót Budapesten és minden ötödik Karácsony szavazót Budapesten meg tudok arról győzni, hogy adjon nekem bizalmat, akkor megnyerem ezt a főpolgármester választást. Ez a célom ebben a kampányban. Brenner Koloman örül Vitézi indulásának. Mint írta, jó látni, hogy egyre többen látják be, hogy valódi polgári demokrácia csak akkor építhető, ha felszabadítják az önkormányzatokat a pártpolitikai csatározások alól. A főpolgármester azonban szkeptikus. Emlékeztetett, megválasztása után szakmai feladatra kérte fel Vitézi Dávidot, aki azt válaszolta, nem tudja vállalni, mert nem engedte meg neki Orbán Viktor, és ő nem szeretne olyan katona lenni, aki Észak-Koreából menekül Dél-Koreába, de hátulról lelövik az övéi. Karácsony Gergely a Telexnek fejtette ki, hogy Vitézi Dávidot a Fidesz jelöltjének tartja. Ugye ő ennek a kormánynak az államtitkára volt, és előtte pedig több mint 12 éven keresztül Fidesz politikusa, tehát azért a politikában a szavak hitelességét a tettek adják, és hogyha valaki egész életében a Fidesz politikai közösséghez tartozott, akkor az hirtelen nem lesz ellenzéki. Vitézi Dávid azonban a portálnak leszögezte, nem a Fidesz jelöltje, és nem is lesz az. Kijelentette, a Vitézi Dávid a Budapestért Egyesület nevű civil jelölő szervezet és az LMP közös jelöltje lesz. Nagy megtiszteltetés ez, amelyet tisztelettel fogadok el. Karácsony Gergely ráadásul úgy véli, Szentkirályi Alexandra a Fidesz hivatalos jelöltje nem csinálja végig a kampányt. Horn Gábor szerint Vitézi megjelenése zavart okozhat, de nem csökkenti jelentősen Karácsony Gergely előnyét és esélyeit. A Szentkirály a fideszes szavazókat tudja hozni, bár a Vitézi megjelenésével itt lehet csökkenés ebben az értelemben, ezért nem zárom ki azt a forgatókönyvet, hogy aztán lehet egy olyan pont, amikor visszalép Szentkirályi akár Vitézi javára. Kiszeli Zoltán szerint viszont Karácsony Gergelynek van aggódnivalója. Szentkirályi Alexandra egy olyan jelölt, aki az utóbbi időben kormányszóvivőként pozitív témákat vitt, és a közösségi médiában kifejezetten népszerű. Tehát ez segíthet abban, hogy mint Tarlós István, a fideszes jelölt, a Fideszen túli szavazókat is megszólítson. Nyilván azzal Karácsony Gergely azt mondja, hogy úgyis visszalép, ezzel próbálja ezt tompítani. Szerinte a főpolgármester Vitézit azért sorolja a Fideszhez, mert így próbálja elérni, hogy azok a baloldali szavazók, akik elégedetlenek a jelenlegi városvezetéssel, ne szavazzanak át Vitézire.